Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk kint a Karcagi Kunlovárdában, és mögöttünk éppen óvisok próbálnak felülni egy csikós mellé, a lóra, és készülnek a közös fényképek. Gál Henriettával beszélgetünk, úgy tudom, hogy most indult ez a programsorozat önöknél. Igen, idén júniustól indult ez a programsorozat. A Kunlovárda tulajdonosa Mészáros Zsolt évek óta megnyitotta a kapuit a Kunlovárdában a látogatók számára. Az idei évtől ezt próbáltuk programokkal színesíteni. Jelenleg, mint ahogy láthatjuk a háttérben, szolnoki óvodások vannak itt, ők vesznek részt a programokon. Fő cél az állatszeretet elmélyítése a gyermekekben, a természet közelsége, itt szabadon mozoghatnak, egy teljes napot el tudnak tölteni, megismerkedhetnek ritka, kuriózum állatfajtákkal, a lovakat testközelből megsimogathatják, és ez hatalmas élmény, főleg a városi gyermekek számára. Igen, és hát halljuk, hogy van itt azért sikítozás is, tehát nem mindenki látott még lovat, de hát gondolom, hogy itt a tanyán, ha végignéznek, itt vannak a kis póniktól kezdve tényleg a barikig minden, tehát biztos egy hatalmas élmény. Karcagi gyerekek azért már sűrűbben jártak ide, sokat láttuk a óvodásokat is, városban is lehet látni csoportokat, tehát ez egy új lépés, hogy nem csak a városba visszük ki a gyerekeket, hanem ide hozzuk őket. Igen, ez így van. A program része volt egy városi lovaskocsikázás. Itt Karcag emlékműveit is bemutattuk a gyermekeknek, és a lovaskocsikázáson túl, a lovaskocsikázás után itt a Kunlovárdában töltik a nap hátra lévő részét. És hát úgy tudom, azért egy kis karcagi kuriózumot is fogyasztanak, tehát azért lesz olyan is, amit megismerik a karcagi ízeket. Igen, ilyenre is van lehetőség. Amennyiben igényt tart rá a csoport, akkor teljes ellátást tudunk biztosítani nekik. Lehetőség van bográcsban főtt ételek elfogyasztására. Óvisok frissen sült paraszkiflit fogyasztottak, frissen készített pogácsát és bodzaszörpöt kaptak mellé. Tehát akkor itt tényleg el lehet tölteni egy napot, akit érdekel esetleg, tehát mondjuk családostól szeretnek kijönni, minden nap lehet, vagy azért ezt egyeztetni kell, tehát mondjuk három gyermekén nem valószínű, hogy van külön csikós bemutató, de azért egy csoport tényleg biztos van. Természetesen ez így van. Bármelyik család kijöhet a hét minden napján 8 órától délután 4 óráig, természetesen bográcsban főtt étellel és csikós bemutatóval nem tudunk így szolgálni, de amennyiben igényt tartanak rá, akkor felveszi a kapcsolatot velünk, és biztosítunk mindent. Itt látjuk azért a bátortalan anyukák, azok csak akkor mernek a ló közelébe menni, hogyha lefekteti a csikós. De ki is a csikós? A csikós Murvai Zoltán és a ló Fergeteg. És most fergetegesen csendben van, a gyerekek itt nagyon élvezték. Tudjuk-e már, hogy esetlegesen kik jönnek még, tehát most ők Szolnokról vannak, de akkor várható-e még, hogy a megyéből több településről is érkeznek? Igen, szerencsére ilyen hírekről tudok beszámolni. Holnapi nap folyamán szintén Szolnokról a Szapár úti óvisok érkeznek. Hát akkor kezdik megismerni a megyében is ezt a lovardát. Itt reméljük, hogy jó idő lesz, és sokan el fognak jönni, és akkor tényleg megismerkednek városunkkal is, és a lovardával is. Bízunk benne, hogy így lesz. Musinél Káró Csilla, a Rózsa úti óvodának a vezetője. Itt voltak bátrabbak is gyerekek, anyukák is jöttek önökkel. Miért tartották fontosnak, hogy a gyerekeket megismertessék egy ilyen szép programmal? Azért szeretnénk, mert ők varázsszerúzás nagy csoportosok, utolsó évesek, és ez egy nagy-nagy kirándulás, és szeretnénk, hogyha az állatokat is nagyon szeretnék, a természetet is.